A zsidó-keresztény értékek, a haza és a család szeretete, a migráció elleni küzdelem összekovácsolja Magyarországot és Brazíliát. Meggyőződésem, hogy mi állunk a háború jó oldalán, erről beszélt az M1-nek Eduardo Bolsonaro a CPEC Hungary konferencián. A brazil képviselőház tagja szerint a jobb oldalnak nemzetközi szinten szervezettebbnek kell lennie a baloldallal szemben, Donald Trump megválasztásával pedig a világ biztonságosabb hely lesz a brazil képviselő szerint. Eduardo Bolsonaroval Beregi Balázs beszélgetett. Bolsonaro úr azt mondta korábban, hogy Magyarország, illetve Brazília közötti távolság csak földrajzi értelemben létezik. Gondolataink ugyanis egybe kovácsolnak bennünket. Melyek ezek a gondolatok? A judeo-keresztény értékekre gondolok, a hazaszeretetre, a családszeretetre, a külföldi bevándorlás megakadályozására. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk ezen háborúnak a jó oldalán. Akik bennünket kritizálnak, azok kritizálnak Magyarországon is. Például a Brazíliában, amikor visszajöttem a Brüsszelből Brazíliába 2 héttel ezelőtt, megjelent egy cikk a sajtóban, egy Soros György által finanszírozott lapban. Azt mondták rólam, hogy gyakorlatilag szankciókat szeretnék Brazília irányába. Gyakorlatilag megpróbálnak diszkreditálni édesapámon keresztül is. Megtették ezt, gyakorlatilag édesapámmal is megtették ezt. Ugye megpróbálták azt is megakadályozni korábban, hogy utáljon, hogy utazzon, hogy terjessze a gondolatokat. Azokat utálják, Orbán Viktort utálják, a Fidesz, gyakran utálnak bennünket is. Gyakran emelik felszabált a politikai baloldal ellen. Azt mondta, hogy a konzervatív jobboldali erőknek összefogva kell győzni ellenük. Szerint melyek azok a legfőbb kérdések, amelyek kibékíthetetlen ellentét van jobb és baloldal között. Egy nagyon nagy különbség van, hogy mi nem vagyunk annyira jól megszervezve. Jobban össze kell dolgoznunk a más országbeliekkel. A baloldal sokkal jobban van megszervezve, azért, mert van pénzük, hogy ezt megtegyék. És ezen pénz jó része botrányos korrupciós esetekből származik. Mint például a Silva idején felmerülő botrányok, illetve a korábbi baloldali elnökség idején tapasztalható botrányok is. Kubában és Venezuelában gyakorlatilag jutottak forrásokat, és ezek az országok nem jutották vissza ezt a pénzt. Gyakorlatilag ez a pénz elfolyik a rendszerből, és ezen tudnak ők sokat nyerészkedni. Megpróbálják a gondolatainkat blokkolni, jobban együtt kell működnünk nekünk itt a jobb oldalon. Hogyha északabbra megyünk, akkor például a bevándorlásról beszélünk. Ugye, vajon mi a kérdés? Miért indulnak el gyakorlatilag ezek a migránsok? Mit gondolnak erről a migránsok? Konzervatív országoknak fel kell lépni ez ellen. Ezek a konferenciák, mint például a CPEC, ezek alkalmas platformot biztosítanak, hogy megvalósuljon az összefogás a konzervatív oldal szereplői között? A CPEC annyira fontos, annyira nagyon fontos. 2019 óta én szervezem többek között a brazíliai eseményt is. És ez nagyon fontos azért is, hogy megismerhetjük egymást, megismerhetjük az amerikai barátainkat, eljönnek ők is hozzánk, mi is elutazhatunk, és megvan az a lehetőség, hogy Orbán Viktor miniszterelnök urat találkozzak, gondolatokat cseréljünk a gazdaságról, bűnözésről, bevándorlásról. Ez tehát számomra is nagyon fontos, hogy, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ez létrejöhetett. Egyre gyakrabban kell ezeket megrendezni. Megpróbálunk az ellenkező irányba, mint amit a baloldal ránk próbál kényszeríteni. Meg kell tanulnunk kapcsolatokat építeni. Nagyon fontos, hogy ne mondják azt ránk, hogy mi vagyunk az őrültek. Nem mi vagyunk azok. Igazából együtt a magyarokkal, argentin barátainkkal, akiknek most nagyon jó elnökük lett, szalvadoriakkal, amerikaiakkal, a Trump csapattal, mi vagyunk azok az emberek, akik megmentik a világ demokráciáit.
Említette Donald Trumpot, idén novemberben lesz az Egyesült Államokban egy elnökválasztás. Elképzelhető, hogy ismét Donald Trump költözhet a Fehérházba. Egészen biztos, hogy ez lesz a helyzet. A volt amerikai elnök jó viszonyt ápol önnel, illetve az édesapjával is. Egy esetleges Trump győzelem esetén mi az, ami megváltozna ebben a világban? Mi a vélemény erről? Elmondom. Ami Brazíliában most megy, a cenzúra botrány. A legfelsőbb bíróság Brazíliában, illetve a hatóságok azon próbálnak dolgozni, hogy hogyan lehet Elon Musk cégeit betiltani Brazíliába, így az X-et is. Biden alatt ezt megtehetik, viszont Trump alatt ez nagyon nehéz lesz, mert elkezdenek veszíteni a kereskedelmi háborúban a világ legerősebb gazdasága ellen, amely a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Itt egy nagyon érdekes történet van. Trump beszélt arról, hogy hogyan tárgyalt Macron elnökkel, ugyanis Macron megemelte a vámokat bizonyos amerikaiak esetében. Ő, Trump meg azt mondta, hogy felhívom Macront, Macron úr, ne tegye ezt velünk, mert különben 100%-kal megemelem a vámokat az Amerikába importált francia borok esetében, és ezzel Macront már le is állította. Ilyen módon nem adóztatta meg úgy az amerikai termeket Franciaországban. Tehát nagyon fontos, hogy Trump képviselte a rászavazó emberek érdekeit. Ha nem tesszük ezt, akkor gyenge vezetők vagyunk, mint amit például látunk Joe Biden esetében, például a Kína-Tajvan konfliktus esetében, vagy a Közel-Keleten. Még Irán is megmerte támadni Izraelt. Aztán van az orosz-ukrán konfliktus, ez egy másik szintér. Ez Nicolás Madurohoz gyakorlatilag szintén pénzhoz, ugye voltak itt szaudarábiai kapcsolatok, és ugye Venezuela szaudarábia kapcsolatokra meg oda kell figyelni, mert ott is vannak veszélyes területek. Úgy gondolom, hogy a világ biztosabb hely lesz Trump elnök segítségével. Egy utolsó kérdés. Elképzelhetőnek tartja, hogy közeljövőben a Bolsonaro család visszatér a brazil politika élére? Úgy gondolom, hogy erre van lehetőség. A választási testületben, bíróságban új bírák lesznek jövőre. Ilyen módon sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a helyzet az elektorátusban, mint jelenleg. Tehát jövőre felírni azt a döntést, ami megvan az édesapámat, hogy újra induljon elnökként. But the most important thing is doesn't matter who. De igazából teljesen mindegy, hogy kicsoda indul. A legfontosabb, hogy az értékeket, a családokat, az embereket képviselje az új elnök. Legyenek új munkahelyek, legyen jobb az élet az országunkban. Erre kell koncentrálnunk. Hogy most az én családomból fog-e származni, vagy máshonnan jön, természetesen örülnénk, hogyha a mi családunkból kerül neki. Annak ellenére, hogy nem könnyű az elnök élete, el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor milyen kemény életet élhet 2010 óta, amióta ugye miniszterelnök, milyen nehéz lehet ugye a családjával is foglalkoznia. Én is elhoztam a gyerekemet, illetve a feleségemet, és ugye nagyon nehéz a családdal mozogni is. Ennek ellenére harcolunk kell az értékeinket. Thank you very much for the interview. Köszönöm szépen az interjút, köszönöm a lehetőséget.